Szlovénia fővárosában vesz részt a Három Tenger Kezdeményezés tagországainak csúcs találkozóján Klaus Johannis államfő. Az elnök úgy vélte, itt az idő gyakorlatba ültetni a kezdeményezés keretében létrejött megállapodásokat. A Három Tenger Kezdeményezés mindenek előtt gazdasági célok közös elérésére irányul. A Lubjánai csúcs előtt Klaus Johannis Románia államfője elmondta, Beírett a kezdeményezés, és most már konkrétumokat kell megvitatniuk. Nagyon fontos, hogy ténylegesen végrehajtsák azokat a projekteket, amelyeket a bukaresti csúcs találkozó óta kezdtek el, mondta. Több lépést is megtehetünk, ezeket részben megkezdtük. Csak a Bruá vezetéket említeném, amely gyakorlatilag megnyitja a piacot a fekete tengeri tartalékok számára. Másrészt ott van a Bulgáriával Magyarországgal összekötő vezeték, amelyek szintén nagyon fontosak az egész régió számára. Johannis szerint a Brua gázvezeték megépítése egy jó irányba tett lépés, hogy Románia regionális biztonsági szereplővé váljon. A vezeték kiépítésének első szakaszát idén kívánják befejezni. A Fekete-tengeri földgáz szállítására épülő vezeték Magyarország számára is nagyon fontos, hiszen csökkenne a függőség az orosz gáztól. A kitermelés megindulásának román belpolitikai okok miatti késlekedése már diplomáciai feszültséget is okozott a két állam között.